Bai Attilát kérdeztük arról, hogy szexáron a közétkeztetésben keletkezik-e élelmiszer hulladék. Az előző év adatai alapján 18.700 kiló élelmiszer maradékot kellett ugye kidobnunk, tehát ez gyakorlatilag ez a moslék, ami keletkezik a konyhákba, ami így azért elég érdekes, tehát majdnem 19 tonna moslék az, ami visszakerül ugye a kitálalt ételekből. Az ügyvezető véleménye szerint meghatározóak egy gyermek étkezésében az otthoni családi szokások. Azt tapasztaljuk, hogy főleg a gyerekek körében nem minden étel elfogadott, válogatósak a gyerekek, nyilván az otthoni ízekhez vannak szokva, illetve amihez otthon hozzászoktak, azokat az ízeket keresik, emiatt azért nem mindig olyan az elfogadottsága a közétkeztetésnek. Meg hát azért lássuk be, hogy körülbelül 3000 főre főzünk, 3000 fő ízlésének azért mindenben eleget tenni, az nem egy egyszerű történet. Van, aki a szexádon megkérdezettek közül a megmaradt élelmiszer tartósítja, és legvégső esetben pedig komposztálja. Én nem nagyon szoktam kidobni, vagy lefagyasztom, elviszem anyukámnak, vagy tehát félreteszem, vagy nem tudom, szóval valahogy próbálom tartósítani, és nem nagyon szoktam kidobni. A fiatal generáció inkább a megelőzés és tudatosság fontosságára hívta fel a figyelmet. Rengeteg megelőzési forma van, azt gondolom, az élelmiszerpazarlás. Először is a tudatos vásárlás az mindenképpen az első helyet foglalja el. Ugye onnantól kezdve, hogy nem vásárolunk tudatosan, akkor termelődni fog a szemét, ki fogjuk dobni, és ezáltal ez csak termelődni fog. És látva azt, hogy hány ember szenved éhínségtől a világban, ez én egy nagyon mélyen elítélendő dolognak tartom, és azt gondolom, hogy minden ember egyenként, egyénileg tudna tenni ez ellen, és valamiért még sem teszünk ellene, és... Hát ezt a csirájában kellene szerintem megváltoztatni, elfojtani, ha úgy tetszik, és erre én azt gondolom intézkedések vonnának a legalkalmasabbak, mindenképpen kellene olyan intézkedéseket bevezetni, ami erre sarkallana az embereket, erre ösztönözni az embereket. Egy 2023-ban közzétett beszámolóban, melyet az ENSZ ügynökségekből és az EU-ban működő civil szervezetekből álló csoport készített el, 58 országban mintegy 258 millió embert sújtott tavaly akut élelmezési bizonytalanság.